Kokvaléria iskola központ 1994-ben jött létre, és fokozatosan a három évtized alatt nagy intézményé nőtte ki magát. Két óvodával rendelkezünk a város két különböző pontján, és itt a Tiborcz utcában az általános iskolánk található közel 600 diákkal, és a gimnáziumunk, ahova jelenleg körülbelül 300 diák jár. Emellett még itt található az intézményünk kollégiuma. Az intézményünk két tannyelvű, német nemzetiségi intézmény. Az óvodákban már indítunk egy egynyelvű programmal, ez körülbelül egy 10 évvel ezelőtti kezdeményezés volt, ami beérett már oly módon, hogy tényleg úgy jönnek ide a gyerekek első osztályba, hogy a tanítónénivel már tudnak kommunikálni. Ezt szerettük volna továbbfejleszteni, van egy egynyelvű osztályunk, ezek a C-osztályok. Egészen 5-ig a tantárgyakat német nyelven tanulják. A másik két osztályunkban hozzájönnek még a német nyelvű a heti 5 német nyelv és irodalom órához, az egy német népismeret óra, illetve a természetismeret majd harmadiktól németül. Ezt folytatják az 5-esek, történelmet német nyelven kezdik el tanulni 5. osztályban, aztán 7-ben jön majd a földrajz, a természetismeretet leváltja a biológia, és ennek a folytatása a gimnáziumi tanulmányok, ahol ezeket a tantárgyakat német nyelven tanulják, illetve a matematikát választás szerint vagy németül, vagy magyarul. Német nyelv mellett kiemelt szerepe van még az angolnak is. Emelt szintű angol oktatást biztosítunk a gimnáziumban. Ez azt jelenti, hogy ahogy német nyelv és irodalomból, heti 5 órában tanulnak a gyerekek angolt. És a cél természetesen a nyelvvizsga. Nagyon sokan a tavalyi évben is nem csak a középfokú, hanem a felsőfokú nyelvvizsgát tudták mind németből, mind pedig angolból letenni, és ez nagyon nagy előny az egyetemi tanulmányokban, illetve később a munkaerőpiacon, hogy tényleg olyan nyelvtudás van mögötte, ha csak a németet nézem, hogy nagyon sok tantárgyat német nyelven tanulnak a gyerekek, és beívódik mindez a szakszókincs, amit a tanórákon elsajátítanak a nyelvtudásukba. Ez azt gondolom hallatlanul nagy előny. Én nagyon szeretem az egész közösséget, akik itt vannak, szerintem nagyon összetartó mindenki, a tanárok rendkívül segítőkészek, és mindig mellettünk állnak, hogyha valamire szükségünk van, és aki tényleg hát ilyen csapatszellemben gondolkodik, annak mindenképpen ajánlani tudnám, és aki a német tudását fejleszteni szeretné, illetve esetleg gondolkodik a német országban külföldön tanuláson, annak mindenképpen egy hatalmas előnyt jelent, hogyha itt tudja eltölteni az előző éveit. Szerintem nagyon könnyen meg lehet szokni, mivel például a történelmet 5. óta német nyelven tanuljuk, ezért és mellette heti 5 német óránk van, 12-ben pedig 6, ezért az lesz a legkisebb gond, hogy valaki németül tanulja. Ezen kívül a matek az választható, hogy németül szeretnénk-e tanulni, vagy nem, így akinek ez egy kicsit nehezebb, az tudja magyarul is tanulni, és akkor talán egy fokkal könnyebb lehet az is. A társaság nagyon, nagyon szimpatikus nekem. Most ugye, hogy gimit kezdtünk, és megkeverték az osztályokat, nem gondoltam, hogy lehet még az általános iskolás osztályunknál is jobb osztályközösség, de sikerült. Több osztálytársammal együtt táncolunk. Német nemzetiségi néptáncolunk a Lővei Tánc Együttesben, illetve ugye az iskola táncsoportjában. És nagyon sok programot szervezünk közösen, így a táncsoporttal is, meg az ott szerzett barátainkkal is. Nagyon szeretem, hogy a közösség, az osztályok, mivel nem annyira sok osztály van, ezért az évfolyam szinten is ismerünk mindenkit, és nem csak az osztályon belül tudunk barátokat szerezni, nem tényleg évfolyam szinten, és szerintem ez nagyon nagy lehetőség. És hát van lehetőség például kórusba járni, és ott is énekelünk német nemzetiségi dalokat itt, és nem csak magyar dalokat. És szerintem az is ilyen tök élmény, meg én nekem a nagyszüleim német származásúak, és ezáltal így közelebb tudok kerülni hozzájuk a hagyományokhoz. Az iskolánkban van lehetőség egy ösztöndíjat elnyerni, ez a 11.-12. évfolyamra szól, nagyrészt pénzbeli támogatás, és a tanulmányainkat tudjuk vele így előre segíteni, és nekem is volt rá lehetőségem, hogy ezt elnyerjem. 11-ben most már 6 ember is el tudja nyerni, és tényleg sok segítséget
szeretnénk. Így. Az elmúlt években az általános iskolának volt egy nagyobb bővítése, ahol emelet ráépítéssel projekttermeket hoztunk létre. Ez azért is fontos, mert előnyben részesítjük a nyitott oktatási formákat. Németországból kollégák több évtizede már hozták azt a gyakorlatot, hogy a gyerekeket önálló munkára neveljük, kisebb csoportokban vagy önállóan, szabadon tudják meghatározni, akár egy adott napon, vagy egy heti penzumban, hogy hogyan oldják meg a feladatokat, a kitűzött célokat. Ezeket preferáljuk, előnyben részesítjük, ezekhez nagyobb termekre is van szükség. Ez volt az első ilyen nagyobb átalakítás. Aztán bővültünk egy új általános iskolai aulával, következő lépés volt az új menzánk, új konyhával, új tanári, és most hát a terveink szerint a gimnáziumnak a bővítése lenne a kitűzött cél, amire a terveink készen vannak. Most egy kicsit megakadt a folyamat, de nagyon reméljük, hogy majd ez még sikerül a közeljövőben megvalósítani. A gimnázium aulájában vagyunk, és ahogy belépünk, rögtön balra a Valéria Koch eke, a Valéria Koch sarok fogad bennünket. Koch Valéria magyarországi német költőnő, aki a névadónk. Szederkényi születésű, germanisztikát tanult, filozófiát tanult, ő az iskola névadója, és amit itt látunk, az ő személyes tárgyai, amit a család ajánlott föl, és itt kicsit berendeztük az ő lakásának egy részletét, így aki bejön az intézményünkbe, rögtön láthatja, hogy milyen személyes tárgyak vették őt körül. Inkább innen a régióból, Pécs környéke, a baranyai, tolnai, sváb falvak. Ez a beiskolázási területünk, és feladatunk is, és küldetésünk is, hogy ezeket a gyerekeket hozzásegítsük a német kultúra még jobb megismeréséhez, és a német nyelv tökéletes elsajátításához. Ez a célkitűzésünk.